Egyetlen négyzetformájú papírból készültek ezek az alkotások, ez a Japánból származó origami lényege. Magyarországon 1988. januárjában Kecskeméten szerveződött meg az ország első origami köre. 8 évvel később, 1996-ban Szekszárdon is gyökeret vert ez az alkotási forma. Köszönhetően Jilling Máriának. Ráemlékeztek most családtagjai és a szekszárdi origami kör tagjai a Babits Mihály Kulturális Központban felállított tárlattal. Ez a mi örökségünk a bátyámmal. Körülbelül az egyharmada, egynegyede az, ami édesanyám hajtogatása, a többi a szekszárdi origami kör tagjainak a munkája, és így egy közös alkotása a kiállítás megrendezése. Jilling Mária több mint 10 éven át volt a körvezetője és aktív résztvevője, szervezője a rendezvényeknek. Munkássága alatt először szervezett Magyarországon origami pályázatot, majd ebből kiállításokat. Origami tanfolyamot akkreditáltatott, hétvégi összejöveteleket és origami alkotótáborokat szervezett a Tolnai megye székhelyen. Vagy ők, vagy esetleg újonnan jövő tagok, akik tudjuk, hogy hajtogatnak óvodákba, iskolákba, és szeretnének egy közösséghez tartozni, és sok pályázati munkát, kiállítást szervezni, akár gyerekeknek, azoknak lehetőségük legyen rá. Amiket láttok, azok pedig, hát igen, elsődlegesen papír, de Zsebe Józsi, aki az állatfigurákat hajtogatja, ő megpróbálkozott rézlemezzel is, és mint látjátok, elég sikeresen. Személyesen első alkalommal rendezek így önálló kiállítást, így van, elsődlegesen édesanyám emlékére, neki szeretnék ezzel adózni. Másodlagos célja a kiállításnak az volt, hogy most egy kicsit feledésbe merült az utóbbi években a szekszárdi origami, és hogyha találunk olyan embereket, akik ennek hatására újra próbálkoznának egy közös munkával, akkor már megérte a kiállítást megrendezni. Azok, akik művelik az origamit, azt mondják, az edzésben tartja az elmét és a kezet is. Mint fogalmazni szoktak, hajtogatás közben kikapcsolódhat, alkothat és játszhat egyszerre az ember. Nem számít kor vagy társadalmi helyzet, végzettség, nem kell hozzá különösebb kézügyesség vagy tudás sem. Nagyon összetett, és igazából tehát a művészi hajlam ki tud bontakozni. Tehát egyik alkotás szülheti a másikat, egyik ötlet adódik, vagy egyik ötletből jön a másik. Megnyugtatja az embert mindenféleképpen, és hát ezzel ugye ad az ember, és adni mindig is jó. Tehát anyu ezt önmagáinak is tekintette ezt a gondolatot, és körülbelül szerint is élt. Origami közösségek szerte az országban működnek, több tízezren művelik az alkotásnak ezt a fajtáját. Nagyon sokat fejlődtünk az utóbbi 30 évben, ugye most ünnepeljük mi a 30. születésnapunkat, mint Magyar Origami Kör. Én azt gondolom, hogy a világban már nagyon sok magyar origamist megismertek, és nagyon szeretném azt hinni, hogy az origamit is az országban egy picit jobban elfogadták, mint művészeti ágat is, és elfogadták úgy is, mint egy oktatási eszközt, vagy egy terápiás lehetőséget. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon olcsó hobbi, hiszen papír mindenhol van, és mindenféle papírból lehet hajtogatni, még újrahasznosított papírból is, értem ez alatt az újságpapírt, a szalvétát és egyebeket. Nem kell hozzá nagyon nagy kézügyesség, bárki tudja művelni, hiszen az egyszerű hajtásokat könnyű megcsinálni. Nem kell hozzá túl sok hely, hiszen egy zsebben elfér egy kis papír, és azt gondolom, hogy tanítani is elég könnyű, és nagyon jó csapatot lehet vele formálni.